Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna heti gaming hírei. Kezdjük is rögtön a fő címünkkel. Az, hogy leállnak a GTA Online szerverei. Mi? Jó, nem kell megijedni, a GTA Online szerverei csak is a PlayStation 3-on, az Xbox 360-on fog leállni, és még hozzá december 16-án még ennek az évnek a vége felé. Az Among Us játék váratlan nagy sikere nagyon megviselte a szegény fejlesztőket. Az, hogy ilyen sikeres játékuk lett, és az, hogy lett egy hatalmas követőbázisuk, nagyon fáj a szívüknek, szegényeknek. Úgy tudom sajnálni őket. Azt írja itt a PC Guru oldala, hogy a hirtelen jött népszerűségnek azonban akad egy árnyoldala is, mivel az Inner Slot csapat alig pár emberből állt, ezért villámgyorsan hatalmas teher szakadt a fejlesztőkre, amiről nemrég egy interjúban is beszéltek. Az itt elhangzottak alapján pedig a stúdió legtöbb munkatársa egyszerűen kiégett. Úgy érezték, az életük már csak is kizárólag az Among Us-ról szól, míg mások a negatív visszajelzések hatására kezdték úgy érezni, hogy már nem is akarnak a játékon dolgozni a továbbiakban. Alapvetőleg egyébként ez teljesen érthető, azonban hogy nagyon-nagyon negatívak tudnak lenni az emberek, és főleg a játékosok, és főleg az interneten. Én nem is tudom. Mi a véleményetek erről? Ti sajnáljátok a fejlesztőket, hogy sikeres játékuk miatt előjött az árnyoldala is, vagy szerintetek ez ilyen, hogyan is fogalmazzak, műhiszti azért, hogy dolgozniuk kell, vagy nem tudom. Írjátok meg a komment szekcióba. Úgy tűnik, a Cyberpunk 2077 most már olyan állapotban van, hogy visszakerülhet a Sony PlayStation Store-jába, ami pedig úgy néz ki, hogy június 21-én fog visszakerülni, és onnantól kezdve meg lehet venni. Volt már egy cikk erről egyébként, hogy már visszakerült úgy, hogy látható, de még nem lehet megvenni. Ja, ez igazából egy jó dolog. Reméljük egyébként, hogy ténylegesen olyan állapotban is van, hogy a PlayStation konzol generációkon, főleg azt hiszem a PS4-en, igen, PS4-en elég problémásan futott. Reméljük, azon most már azért jobban fut. Én nagyon az elején játszottam vele, akkor végigvittem kétszer is. Mostanában mióta kijött az 1.2 vagy 1.1, talán azóta már nem játszottam. Én most tartalékolom magam, várom, hogy minél több frissítés kijöjjön, várom, hogy kijöjjön az első komolyabb nagy DLC, aztán az alapján megnézem, hogy visszamegyek-e játszani vele még, de biztos, hogy a jövőben újra elő fogom venni. Az is lehet egyébként, hogy a csatornán is lesz belőle tartalom, mert nekem nagyon tetszett a története, meg igazából a gameplay is tetszett, de amúgy ennyit tudok mondani róla, ami jó. Nem igazán kidolgozott, azt kell mondjam. Pláne amikor így játszol a Red Dead Redemption-nel, és így belegondolsz, hogy mi van a Cyberpunkban, az ilyen... Ez AAA, ez meg AAA-nek esetleg elmegy. Tehát nagyjából így tudom leírni. Nem tudom, kit mennyire érdekel a Senua's Sage Hellblade 2. Én az egyen játszottam, és azt kell mondjam, hogy szerintem az egyik legjobb harcrendszere van a játéknak. Én nem tudom, valahogy nagyon élveztem a harcokat benne. A történet az olyan... Nem annyira adta, az olyan fura volt számomra, de hogyha figyeljetek, hogyha titeket érdekel a második rész, akkor van itt egy cikk arról, hogy bekerült egy videó, ahol egy picit beszélnek róla, és mutatgatnak belőle ilyen kicsiny finyom részletességeket, nem olyan komolyabb dolgokat. Az előzőhöz képest viszont a mostani a Life is Strange True Colors játékkal kapcsolatban kikerült egy olyan videó, egy ilyen official trailer, amiben láthatjuk a karakterünk képességeit. A lényeg az jóformán, hogy látod így ilyen fényként körülötte az emberek érzéseit, hogy boldogok, dühösek, szomorúak, és emiatt bele tudsz látni úgy jobban a gondolataikba. Jól látom, egy picit van ilyen az érzésükbe, bele tudsz bújni, és akkor át tudod érezni, hogy miért érzik így magukat, és emiatt ezzel kapcsolatban így döntéseket kell majd hoznod. Nem akarok túl sokat mutogatni ebből, mert szerintem nem mindenkit érdekel, szóval csak ilyen kis apróságképpen, hogy ez az új Life is Strange játéknak a képessége, az ereje. És az a helyzet, hogy ha beletekerek most, itt van például, hogy döntéseket kell hozni, és később lesznek olyan döntések is, amik segítesz neki, nem segítesz neki, hogyan segítesz neki, és az milyen hatással van rád. Mert az egy dolog, hogy hatással vagy másokra, de van olyan, hogy el tudod szívni valakinek például a dühét a végén, ebben a videónak a végén, vagy a szomorúságát, az érzelmeit, ami ott van éppen, és hát azt nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz ránk. Oké, jöhetnek a gyors híreink, nem?
Kezdjük is rögtön azzal, hogy a Resident Evil-nek megerősítették, hogy jön is a DLC, sőt volt egy olyan információ is, hogy ha-ha-ha, még nem ért véget a horror. Szóval, hogyha valakit érdekel a Resident Evil Village, akkor az nézegessen utána, hogy hogyan lesz, mert mint lesz. Mondjuk az helyzet most utána nézhetnétek, de sok információt még nem tudunk, sajnos semmilyen extra részletet nem kaptunk a témában. Szóval, ja, jön, és ennyi a lényeg. Közeleg a Steam nyári vására. Juhú! Mehet a pénzzel. Na, mikortól kezdődik? A vásár kezdete június 24-e, tehát jövő csütörtök, 7 óra, a vége pedig július 8-a, és két héttel később. Azaz két héttel később, szintén 7 óra. Szóval, ja, készüljetek, ha akartok vásárolgatni, spóroljatok arra a hónapra, vagy nem tudom. Úgy tűnik a Sea of Thieves-ben így bekerül így a Karib-tenger kalózai valamilyen formában. Lesz egy ilyen kis történet, ha jól értelmeztem a dolgokat, és Jack Sparrow-val is találkozhatunk. Egy kicsivel több információt fogunk megkapni június 20-án, viszont a játékba június 22-én érkezik bele. Hogyha érdekel titeket, akkor nézzétek meg ezt a kis videót róla. Szóval nem tudom, hogy vagytok vele, hogy tudtok-e róla, de a Call of Duty Warzone a 100 giga. A Red Dead Redemption nemrég telepítettem föl, 110 giga fölött van. És most úgy néz ki, hogy a Stalker 2 a 150 gigabyte méreteket fog ölteni. Ami wow! Tehát wow! De nagy! Ahhoz képest egyébként a memóriából annyira nem eszik sokat, 8-nál már elindult, 16 kell az ajánlathoz. Na mindegy, ne menjünk bele a technikai részletekbe, 150 gigabyte-ot fog követelni egy merevlemezről. Ami nem kevés, arról nem is beszél, hogy ezt le kell tölteni, hogyha úgy veszed meg, már pedig máshogy szerintem nem is fogod tudni megvenni. Az én laptopomban például már nincs is lemezolvasó, szóval, hogyha meg is venném CD-sem, Blu-ray-esen, akkor már nem is tudnám feltelepíteni. Na jó van, ja, ennyi lenne ez az epizód mára, meg erre a hétre. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha érdekel további ilyen heti gaming hírek, illetve nézzetek körbe a csatornán, ha érdekel más sorozat tőlem. Írjátok le a véleményeteket bármelyik cikkkel kapcsolatban lent a komment szekcióba, és a forrásoknál további információt találtok, ha érdekel bármi egy picit részletesebben. Sziasztok!